napot kívánok, kedves nézőink! Mai híradónk élére egy háromnapos pécsi rendezvényről szóló tudósítás kívánkozik. A regionális külkereskedelmi napokat a Pécsi Palatinus szállóban ma délelőtt Kádár Béla, a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok minisztere nyitotta meg külkereskedelmünk aktuális kérdései című előadásával. A gazdaság teljesítménye fele részben pszichológia bizalmi kategória, fele részben a reál teljesítmény függvénye. Mondotta Kádár Béla, aki előadásában beszámolt arról, hogy Magyarország jó minősítést kapott export teljesítményei alapján. A magyar kormányzati és vállalati magatartástól függetlenül a Szovjetunió és a KGST megszűnésével beszűkült Magyarország keleti kereskedelme. Fordulatot hozott 1992. Ez az első év, amikor egyaránt bővült mind a dollár, mind a rubel elszámolású kivétel. Az 1989-es évi 1800 külker tevékenységet folytató vállalattal szemben jelenleg 50 ezer külkereskedelemmel foglalkozó cég tevékenykedik. A kivétel erőteljes növekedése mellett jelentősen bővült az import tevékenység is. A behozatal növekedése jótékonyan befolyásolja a hazai piacgazdaságot. Növekedett a közös piac országaiba irányuló kivétel is, az év első 4 hónapjában 50%-ra emelkedett, a 80-as évek végig 25%-kal szemben. Ez évben stabilizálódni látszik, sőt bizonyos növekedést is mutat a keleti piacra szánt kivétel. Annak ellenére, hogy az államközi megállapodások és piacszervezetek elősegítik a kereskedelem növekedését, a volt szocialista országok fizetőképessége nem javult. Ezért támaszkodik a magyar gazdaság külföldi, többek között osztrák, svájci közvetítőkre, ezzel is mentesítve a vállalatokat a kockázattól. A miniszter szerint 1993 a megélénkülés éve lesz. Ezt támasztja alá az exportbővülés, a gazdaságdiplomácia fejlődése, a társulási formák, a szabadkereskedelem életbelépése, a külföldi befektetések növekedése, a kokomlistáról lekerült legkorszerűbb termékek, technikák bejövetele, az olcsó magyar szakképzett munkaerő megléte. Szabadkereskedelmi konstrukcióban mini övezetet akarnak létrehozni, ezzel is ösztönözve a külföldi tőkebefektetőket. Az ország jövője a miniszter véleménye szerint attól függ, milyen alapokon nyugszik az exportbevétel. Kádár Béla előadásában kiemelte, hogy a baranyai régió haszonélvezője lehet az esetleges jugoszláviai stabilizálódásnak, és Pécs természetes központja lehetne a mediterrán nyitásnak. A sikeres külkereskedelem alapvető feltétele egyebek mellett a nyelvtudás. Ezt segítendő 450 angol nyelvű szépirodalmi könyvvel gazdagodott ma a Baranya megyei könyvtár. A nagyértékű szépirodalmi klasszikusokat és adaptációkat a Ulverscroft Large Print Books Limited ajándékozta a könyvtárnak. A könyvek túlnyomó többsége két példányos, így hozzáférhetővé válnak a kölcsönözni szándékozók számára is. A már meglévő Oxford, Cambridge nyelvkönyvek és hangzóanyagok, valamint különböző amerikai szakkönyvek mellett bővítik a kínálatot a ma ünnepélyes keretek között átadott könyvek. Dr. Robin Baker így foglalta össze felajánlásuk lényegét. Nagyon segít a magyar tanulók és diákok tanulásában, az angol nyelv tanulásában. Hálapénz, feudalizmus, társadalombiztosítási kártya. Ugye ismerő szavak ezek az egészségüggyel kapcsolatos napi sajtóból. Ilyen és hasonló kérdésekről hallhattak előadást az egészségügyi fórum résztvevői Kaposváron. Andréka Bertalan, a Népjóléti Tárca helyettes államtitkára tartott előadást hétfőn este Kaposváron, az egészségügyi főiskola épületében. Az egészségügyi reformról elmondta, hogy a bevezetéséhez szükséges törvények megszülettek, csupán néhány kisebb jogszabály rendelet nincs még készen. A reform a családi orvoslás beindításával kezdődött meg, ez jobb lesz a betegnek és jobb lesz az orvosnak is, hiszen javulhat a betegellátás minősége, s több időt lehet fordítani a megelőző tevékenységre. Ezzel együtt jár, hogy az orvosokat teljesítményük szerint fogják díjazni, s azok járnak majd jobban, akikben van vállalkozó szellem. A privatizáció tehát teret hódít az egészségügyi alapellátásban. Ugyanakkor a kórházakat a kormányzat nem kívánja privatizálni, ám akadályt sem gördít az új magánintézetek megnyitása elé. Pillanatnyilag még kicsit idegenül hangzó fogalmakat
mondott el itt, például orvos munkanélküliség, aztán teljesítménybérezés, vállalkozás. Egyesek talán attól is félnek, hogy ez a dolgok rovására megy. Nem, nem. Nem szabad idegennek lenni. Igenis, meg kell tudni mérni és méretni önmagunkat. Egyértelműen figyelni kell azt, hogy mit tudunk, mit végeztünk, hány szakvizsgánk van, hány továbbképzésünk van, és ez alapján igenis nekünk jogunk legyen arra, hogyha több továbbképzésünk van, több szakvizsgánk van, több beteget gyógyítunk, akkor a teljesítményünk alapján több legyen a fizetésünk is, több legyen a juttatásunk is. Ha praxisban gondolkodunk, akkor több legyen a praxisnak a működési költsége, de effektív több legyen az én fizetésem is. Előadása után a helyettes államtitkár válaszolt a főképpen kórházi orvosokból verbúválódott hallgatóság kérdéseire. Az aggodalmaikról, bizonytalanság érzetükről beszámoló kérdezőket megnyugtatta. A jó szakembereknek nincs félnivalójuk, mindenképpen megtalálják majd helyüket az újjáépülő egészségügyben. Pályamódosítástól nem kell tartaniuk, ám a munkahelyváltoztatás nem lesz ritkaság a közeljövőben. Az ország nagy részén megoldatlan az utcán veszteglő, az egykori tulajdonos számára már értéktelenné vált autók sorsa. Ezért is hozott az zalaegerszegi önkormányzat már tavaly egy rendeletet, amelynek tegnap óta megpróbál a most látható módon érvényt szerezni. Van, aki vásárolja, akad, aki kiszórja a szemetesbe. Ez utóbbi az utca, a parkoló, elhagyott játszóterek. A tárgy pedig, amiről szó van, a gépkocsi. Aztán valaki észreveszi a gazdátlan járművet, mérgelődik, mert foglalja a helyet a ház előtt, mert nem meri leengedni a gyermekét az udvarra kitört ablaküvegű, szétvert kocsik árnyékába. Valaki pedig egyszerűen sajnálkozik a jelenségen jó fél évvel azután, hogy a zalaegerszegi önkormányzat megalkotta a közterületi roncsderbi hatósági eltakarításáról szóló rendeletet. Hogy az elmélet után miért nem következett a gyakorlat, erről csupán tanástalankodik a fáma. Ám tegnap volt a nagy nap. A területtechnikai csoport megkezdte a tisztítást. Kiértesítjük a tulajdonosokat, hogy záros határidőn belül szállítsák el a közterületről a gépjárművüket. Amennyiben a tulajdonos nem intézkedik, az értéktelent elszállítják és értékesítik a költségvetési üzem telephelyén, mert... Általában ezek a gépjárművek nagyon rossz műszaki állapotban vannak, valószínűleg nem éri meg felújítani a gépjárműveket. Aztán a súlyadó, a benzin és így tovább. A jelenség mégis logikátlan. Ugyanis a szabásértési bírsággal szemben, ha tolni kell is az autót a telephelyig, pénzt kap a tulajdonos. A zalai hivatal rádöbbent, igaz, hogy csak nem egy év alatt, az elgéptelenedett sorsú járművek üzleti lehetőségére. A tulajdonosoknak úgy tűnik, több idő szükséges. Most egy ma esti szekszárdi művészeti eseményre hívjuk fel figyelmüket. Andreas Jakob, Nürnbergi Orgona művész ad koncertet este 7:30-tól a Művészetek házában, amelyen felcsendül Reibke 94. zsoltárja is. Ezt az orgona művet, amelyet ritkán játszanak, a szakemberek a legnagyobbak között emlegetik. Tudták-e, hogy valamikor az Adria partján is lehetett kanizsai sört kapni? Ez csak egy érdekesség a nagykanizsai sörgyár 100 éves történetéből. A jubileum alkalmából 11 városban, köztük Nagyatádon is, sörfesztivált rendeztek. A sörgyárat 1892-ben alapította Gelsei Gutmann Vilmos néhány nagykanizsai pénzember segítségével, és a cél az volt, hogy a Hamburg-Rijeka a kereskedelmi útvonal mellett ezt a terméket is gyártsák. Ebből kifolyólag a század elején a tengerparton több sörözőnk volt, például, mint Nagykanizsán. Egészen jól indult ez a vállalkozás az első világháborúig. Az első világháborúban egy kicsit visszaesett a termelése, utána egészen a második világháborúig növekedett, és a második világháborúban viszont leállították, mert találatok érték a gyárat, és utána egy raktárként üzemelt. Aztán az 50-es évek közepétől egy nagyon komoly fejlődésnek indult a cég. A 64-ben egy malátagyár építését határozták el, ami akkor Európa egyik legkorszerűbb technológiájának tűnt, és még ma is működik, és az országban egy talán a legjobb minőségű malátát gyártja. Most pillanatnyilag több fejlesztés hatására a sörgyár képes éves szinten 1.300.000 hektoliter sört gyártani. Szeretik a söreinket, és keresik a fogyasztók. Én remélem, hogy ez a tendencia nem változik. Olyan kánikula, hogy a szomjunkat sörrel kelljen oltani, holnap nem lesz. A részleteket azonnal elmondjuk, előtte elköszönök, a viszontlátásra holnap.
A következő 24 órában többnyire kevés lesz a felhő, csapadék nem várható. Viszonylag erős lesz az éjszakai lehűlés, a hőmérséklet mélypontja 6 és 8 fok között alakul. Szerdán délelőtt túlnyomóan napos, száraz idő lesz, a nappali gomoly felhőképződésből legfeljebb egy-két helyen alakul ki záporeső. Az északkeleti szél gyakorta megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke a sok évi átlag alatt 20 fok körül valószínű.